Sziasztok, itt a reggel, és ezt behúzom, egy pillanat. Zoli felöltözik, és akkor megmutatom, hogy hol parkoltunk. Itt egy kis piknikező hely, és az is utogok, mert mások lehet, hogy még alszanak a másik kocsikban. 8 óra van. Ott birkák vannak. Bárányok. És ott van egy világító torony. Ott van a tenger. És itt lett volna a naplemente, hogyha időbe érünk, de ezt csak a Tesco parkolóból láttuk. Láttam róla a képeket, nagyon jól néz ki. És itt van Annácska is. Folyamatosan jönnek az újabb kirándulók. Valószínűleg a világító toronyhoz fogunk fölmenni, majd meglátjuk. Ott parkoltunk le, ott van a távolba Annácska. Megpróbálunk rá közelíteni, igen, ott van. Elzumoltunk, de ott van, látjátok a kéksége. Az ő fenséges kéksége. Ő kéksége. Ő kéksége. És jövünk tovább, bárányok. Ott van egy világító torony. Igen. Azt is megpróbáljuk megnézni majd, de nem biztos, hogy be lehet oda menni. Mert különböző ilyen tiltások vannak írva, de megnézzük majd közelebbről, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében, a látogatás érdekében. Illetve most meglátogatunk egy kastélyt. Illetve most már nem kastély, kastély volt régen. Egy rom. Na, megyünk! Nincs túl jó idő, szemerkére az eső, fölöttél a kabátos sapkát, de hideg nincs, hál' Istennek. És különböző wildlife, mondjad már. Mi az? Hát hogy mondjam magyarul? Wildlife volt, nem tudom, vad élet. Különböző madarakat, meg itt élők is. Ez állatokat. Igen. Lehet látni. Ott tesz az a vidra. Vidra, igen. Vidrákat lehet látni elvileg. De megyünk tovább. Itt egy kapu, ami előbb is kifogott rajtunk. Vagy hát nem rajtunk, hanem a bejövő emberekkel, mert húzgálták jobbra, balra, nézték, oldalra hogy... Fel. Igen. Közben csak oldalra kell elhúzni, és akkor nyílik ki. Igen. Mert azt is láttam, hogy egy... Igen? Ez a szerkentyű, ugye, hogy ember ezt... Be lenne oda, csak hát egy ilyen precíz angol dolog, tehát lóg ma szegény ajtó. Csak hogy többen küzdködtek vele, azt láttam reggel. Most is, amikor mi jöttünk be, akkor is ez Oli húzta itt a kilincset, mert küzdködtek vele. Kicsit vicces volt, mert egy idős angol házas pár esernyővel a kezükbe ottan próbáltak bejutni. Oda mentem, kinyitottam neki az ajtót, és akkor elkezdődnek el nevetni, hogy oh, hát ez mennyire tipikus angol dolog. Hát nem akartam mondani, igen, ilyen hülyeséget ti csináltok. Videónapló, 626. rész. Per egy óra. Per egy óra. Igen. És ha azt mondjuk, hogy ez volt az utolsó rész, meg jelenet... Akkor ne higgyétek el soha. Nem, mert még vagy 100-szor bejelentkezünk. Csak meg akartam mutatni, hogy ahogy felérünk a domboldalra, hogy milyen a látvány. Ki annak ide ebbe a kastélyba lakott, lehet, hogy kívül állt mindentől, kívül esett mindentől, de azért elég szép kilátása lehetett. Látom a távol, van egy másik kastély is. Egymásra kastély haverkodtak. Hát ott vannak a kastélyok. Ja? Ott egy ilyen másik kastély. Nézd, itt is kastély, kastély világított arany. Kastély, kastély. Én ezt a körgélt távot látom ott. Na most ennél a kastélynál vagyok. Erre megy. De ez nem az. Nem. Ott távolból az öbölnek a másik. Ezt kérdezem, hogy ez melyik? Ez. Uh-huh. Úgyhogy itt végig látszódik a parton, hogy tele volt kastélyokkal. És arra a látvány. Este nem láttuk, de láttam képeket, hogy ez nagyon-nagyon szép naplementés hely. Ez a Sinclair Bay. Ha valakit majd érdekel, esetleg is ide akar jönni. Most van kiírva.
Ilyen sziklafalak vannak a vár tövében, vagy hát a kastély tövében. Lejöttünk ide a tengerparthoz, ami régen a kikötő volt, most már ilyen kavics szobrokat építenek. Ilyen remek időnk van. És onnan jöttünk le. Nem mentünk el teljesen a bejáratig, egy nagyon pici részen be lehet menni a váromba, hanem ott a valahol bejöttünk, és akkor így saras kis úton lejöttünk ide. Itt vagyunk a híd alatt. Arra van a tenger, visszafejöttünk, ugye itt van maga a kijelölt út, és mi itt tovább jöttünk erre. Csak nagyon saras. Zoli elment oda. Csináljunk egy képet. Ott a tengert lehetne látni, de most én nem sétálok el oda, mert kb. Ugyanezt látjátok. Még benézünk egy nagyon picit a várba. Azért kicsit meg kicsit lehet bemenni csak, kis részem. Aztán megyünk tovább. Azt mondtam, nem jövök le, de lejöttem. Ugye onnan lesétáltunk ide, óvatosan, mert nagyon kis keskeny útvonal van, és akkor ott ilyen kis homokos tengerpart van. Nem tudom, hogy jutottak be oda, hogy lehet, hogy régen ott volt valami lejárat, de amúgy ott is van egy kőkiakás, tehát oda járkálnak be emberek. Lehet, hogy apálykor be lehet oda sétálni, nem tudom. Ó, tényleg, az lehet. A betűs le kell jutni valahogy. Hát, amarról le lehet jutni azt, hogy körbejönnek, tudod, ahol voltunk. De most jelenleg a vízszintől 10-12 méter magason vagyunk, tehát innen még levonni sem jön lehet, mert ember nyakát töri. De tiszta a víz legalább látjuk. De milyen érdekes. Igen. Ez a sziklatömb is, hogy ilyen nagyon-nagyon rétegezett. És ugye idővasfoga kikezdte. Ott madár, kis madársereg ott. Károkatonák. Károkatonák, ők csöcsönnek, látunk már fókákat is. És temérdektelen mennyiségű sirályt. Meg csiguszt. Igen, sok tigát látunk, most vizes a fű, előjöttek. A vár bolond ura. Mit láttál? Nagyon nézel. Egy fókát. Szerintem videón nem fog látszani, ott van a rózsaszín bója után. Ugyanabban a vonalban. Én is azt hiszem, hogy fókod, de az már mióta ide jöttünk ott magának. Igen? Aha. Érdekes, a bója az ilyen van világító színű szokott lenni. Elindultunk befele. Előbb is pontosan ugyanígy mentél. Hello! 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 It's me! Kiadom a telót, és ezt beadom. Hát innen nem látunk semmit, mert kivegyük ezt a térre. A tér. Wow, a tér! Végül is mondhatni, hogy ez hivatalosan egy úrbegszerzés, csak kicsit tehát hivatalosabb úrbex. Nem csak hivatalosabb, hanem másik 4 millió. Évente. Csillagom. Honnan kell leugrani? Tehát, hogy melyik az a rész? Itt nézett ki előbb
Zoli. Most meg eltűnt. Hol vagy? Jó, ott van. Sötétséget ráadok, így. Kint, amit mutattam, plakát, ott leírják, hogy melyik teremben mi volt régen. Ott voltak régen ugye az őrtornyok, és ott voltak az ő szobái. Volt, megmutatják, hol van a latrina, hol voltak a különböző ilyen főbb termek. Itt lemegyek. Jaj, voltasan. És itt megint csak itt van a leírás. Látjátok, hogy itt volt a konyha, szervizum, itt voltak a latrinák. Menj bele a tengerbe. A hálók, a mosoda. Itt volt a toronyház, kenyeret sütötték, minden le van írva. Nem csak itt voltak latrinák, de amúgy ez az egyik. Kilátása a tengerre. Bár mondjuk háttal volt neki valószínű. De a képen is láttuk, hogy tetején is volt. Na, menjünk tovább. Egy kis skót tengerpart. Káró katonákat találtunk, egy csomót, ez a sziklákon. Ott vannak a bóják, úgyhogy valószínű várják a halászhajókat, hogy kihúzzák a bójákat, és akkor hát, ha jut nekik is valami hal, rák, nem tudom mit esznek. Valószínű hal, de... Hát olyan, ugye ezekben a rákász kosarakba belerakadhat mindenféle más fajta élelem is, úgymond, ami mondjuk a halásznak nem kell, és akkor kihúzzák ugye a tengerfenékről ezeket a kosarakat, akkor hogy visszadobálják a vízbe, ami neki nem kell, és akkor a káró katonának nem kell jön vadászni, mert ott van egy kéznél lévő étel. Okosak egyébként. A következő várig nem mentünk el, kastélyig, mert gyalog is ránézésre látszódik, hogy messze van, ilyen kis utakon. Főleg, hogy esik az eső, és húzik az út, és megyünk John O'Groats-ba. Néztük, itt is ki volt táblázva, hogy el lehet oda sétálni, de az vagy 8 óra hossza lett volna gyalog, úgyhogy inkább visszamegyünk a kocsihoz, és kocsival megyünk oda. Úgyis onnan megyünk tovább, ugye az már nagyon az északi, a Skócia, hát nem a legészakibb része, de ott vannak kitáblázva, hogy már elérted a legészakibb pontot. Úgyhogy oda készülünk, majd meglátjátok, hogy néz ki. És annyit akartam még mondani, hogy vannak ilyen kitaposott ösvények, olyan sziklákon, amin Zoli szeret sétikálni, de ő is mondta, hogy azt azért nagyon óvatosan kell, mert azt egy kicsit megcsúszol, akkor fejjel esel bele a tengerbe, úgyhogy csak óvatosan, hogyha erre jártok. És előtte nézzétek meg, hogy melyik kitaposott ösvény hova visz. Úgyhogy megyünk vissza a kocsihoz, és elvileg John O'Groats következik, ezt majd
a következő bejelentkezésben megtudjátok, hogy mégis hova jutottunk. Ha szeretnétek velünk, azaz általunk bejárni a Skót Felföldet, akkor ne felejtsétek el feliratkozni, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó, nyomjátok meg a harangikont, így értesítést kaptok, hogyha új videó kerül fel. Kommentben is visszajelezhetitek, hogyha tetszett a videó, vagy valami észrevételetek van. A következő részben találkozunk, addig is. Sziasztok!